Nézzetek, Amüs 9-es. Tengermély tisztelettel és hegymagas szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Hamis 9-es decemberi kezdő adásában, és hát itt éppen a félúton találhatók vagyunk az MB2-nek a maratoni lezárásában itt a VB árnyékában, de hát ezen a hétvégén is volt nagyon sok kevésbé érdekes és nagyon kevés sokkal érdekes akciónk, és ezt szeretnénk veletek megosztani itt, hogy mi történt itt a Mercantil Bank Liga MB2 19. fordulójában. Lezártuk az őszt, úgyhogy robogunk itt tovább, de elsősorban engedjétek meg, hogy bemutassam itt szerkesztőtársaimat. Először is köszöntöm Viktort a Budafok szurkolók részéről. Sziasztok, hajrá Budafok! Köszöntöm Domit, az Eto Futball blog, hosszabb, mint zöld blog, valami blablabla részéről. Kész, Domit kinyírtad. Péter Árpád. Ennyire megsértetted szerintem. Nem pontosan idézted az ő blogját. Pedig múlt héten összejött. Na mindegy, hát addig is köszöntöm Ádámot a Nyíregyháza szurkolók részéről. Egy-egyben gazdag hétvégét mindenkinek. Sziasztok, hajrá Spari. Én pedig Tamás vagyok, és a Kazincbarcika szurkolókat képviselem. Csapjunk is be itt a lovak közé. Azt hiszem, hogy van miről beszélnünk, még hogyha nagyon sokszor visszatérő téma is lesz az Ádám által megénekelt egy-egy. Hát kezdeném itt a sort ismételten Budapesttel, annak is a 22. kerületével, hiszen Viktorék játszottak itt Bács-Kiskun megye legsárga kékebbik csapatával, és hát itt egy fordulatos mérkőzésen akár fordítva is alakulhatott volna az eredmény, nem gondolod? Nem. De, amúgy de. Nyilvánvalóan ez a klasszikus döntetlennél. Hát figyelj, az a helyzet, hogy hát egyből azzal kezdeném, amit egy összefoglalásképp tudok mondani, hogy annyi meccset megnyertünk már úgy, hogy nem mi voltunk a jobbak, és most így a többi szurkoló is mesélte, hogy a Siófok ellen állítólag háromszor léptük át a félpályát, úgy nyertük 3-0-ra, akkor Soroksáron se mi voltunk a legjobbak, úgyhogy ez már azt mondom, hogy belefért, hogy most mi vagyunk a jobbak, de most döntetlen. Úgyhogy most úgymond a sors igazságot szolgáltatott valamilyen szinten. Hát azért mondjuk nem örülök neki, hogy ezt így élőben néztem végig. De az nagyjából úgy alakult szerintem, ahogy itt ilyen szakmai stár, meg a többiek így eltervezték, hogy az elején találtunk. Ura, hogy ezt így megjegyezted, Viktor, hogy nem élőben, ami holta jobb lett volna megnézni ezt a találkozót? Hát, vagy nem, hát úgy értem, hogy a helyszínen, tehát hogy most így streamről, nem tudom, más lett volna, mint élőben. Én imádom, tehát, mert nálatok most így, aki szerintem nem tudná a kedves nézők közül, hogy új honlapja van a BMT-nek, de imádom, hogy még továbbra se sikerül egy normális YouTube csatornát összebugáznotok, tehát még egy összefoglalóra sincs esélyem, de cserébe, ha beírom, hogy BMT a YouTube-ra, akkor állandóan megnézhetem a 2-9-et a Paks ellen. Igen, hát sajnos a YouTube oldalunk az sajnos nem úgy működik, ahogy kéne. Legalábbis, ha vehetjük annak azt, hogy egyáltalán nem működik egy éve, gyakorlatilag nincs új tartalom. Szóval a meccset azt... Rúgunk egy gólt, utána kétszer is rávisszük az Antal Botondra, aki 2 méteres rohadt nagy cula, egyszer a beke el akarja húzni mellette. Hát ha eldől az a szerencsétlen, akkor is úgyis nem tud mellette elhúzni 2 méteres hülye gyerek mellett. Másszor meg a másodiknál már nem volt rossz az ötlet, mert a lábai között. Szerethető Antal Botondra volt, olyan egyszerű recept, hát nála be kell adni a labdát, aztán utána sose tud rá kijönni. Hát vagy csak kapura kell lőni. Mindegy. Egyébként egy rendkívül humoros volt, még bocsi visszatérve, majdnem elfelejtettem, ahogy megszereztük a vezetést, mert előtte volt egy olyan indítás, amikor így vihettük volna a kapura, és így másfél méteres nem lesre befújták a lest, tehát hogy ez egy biztos, ami fix. Na most a gólnál meg kapta a bekke az indítást, lesen, majd
majd a védőn megpattanó a sós elé került, aki lesen volt, úgyhogy végül is kompenzáltak a sporik, csak hogy ha előtte befújja... A szurkolók kedvéért említsük meg, hogy természetesen nem Sós Bencéről beszélünk, hanem egy fiatal ígéretetekről, Sós Mátéról, aki én úgy gondolom, hogy kezd berobbanni hozzátok. Mit gondolsz erről? Na, most elég jó formában van a srác, ráadásul ugye fiatal szabályos, ami szerintem MB2-ben mindig egy nagyon nehéz kérdés, hogy kit játszott. Amióta följutottunk az MB3-ból, szerintem nem volt olyan fiatal szabályosunk, aki mindig 90 percet játszott volna. Még talán nagyon régen a Vankó, még kurva rég, de másra nem nagyon emlékszem, aki 90 perces játékos lett volna. Úgyhogy... Egyébként nem kölcsönbe jött csak? A Sós? Aha. Én ha jól tudom, ő az egyetlen, most ez hülye hangzik, egyetlen a Varga Donáton kívül, aki kölcsönbe van, de... Mert végül is az MLS adatbank szerint elvileg kölcsönben van Felcsótról. Tehát most volt egy legutóbb egy Diósgyőri kitérője, ha jól emlékszek, és most meg ti kaptátok kölcsön. Én nem emlékszem, hogy Diósgyőrben lett volna a... Hát figyelj, én csak az adatbankból indulok ki, az meg néha tud érdekes. Igen, tehát hogy valószínűleg nem a nagy csapatban, de hát oda is csak kölcsönbe, gondolom szintén a fiatal szabálytól vezérelve, de látszólag már több lehetőséget kap a Sós, mint Varga, akit azért jó párszor hiányoltál a kezdőben, nem csak a fiatal szabály miatt, hanem ha jól emlékszek, pont leginkább a szélsőket hiányoltad a csapatotokból, és ő pont jó lenne erre a posztra. Hát alapvetően igen, de most Sós ott van, úgyhogy most szerintem ebbe így eléggé meg vagyunk. Elől most már be kell azt mondom, hogy hozza azt, amit elvártunk tőle. Várjál, bocs, Viktor, akkor most azt jelenti, hogy Györgyi Artúra már nincs is szükségetek? Fél időben játszott. Másik fél időt végig játszotta. Fél időben játszott, akkor ez azt jelenti, hogy a 11-es rugó bajnoksága még ott a szünetben a aranyászok szponzorálta. Még beküldték. Egy nagy labdaszedő gyerek, és az fél időben tud játszani. Ja, van nálunk egy-két játékos, akinek úgy kéne játszani, de most ezt hagyjuk. Szóval igen, egyébként érdekes, hogy itt a fiatal szabályos viszi a hátán a csapatot. Többi fiatal szabályos így a Szűcssel szegényt megbuktatta a Kozárvislei 3-0. Na mindegy, a és azóta őt így némiképp rajta verték el ezt a balhét? Vagy szerintem alapvetően berobbant Sós, és így került ki a Szűcs. Mert ugye aha, mert nem nagyon látom mostanában a Szűcsöt, meccskeretben se nagyon. Tehát... Nem nagyon, mert a Varga szokott azt hiszem a padon lenni, hogyha a Sóssal lenne valami, akkor a Vargát dobjuk be, de most már Sós 90 perc, egyébként ez a legjobb, mert most végül is akkor egy alapember fiatal szabályos, ez most így júniusig még elég jól hangzik, ez szerintem elég kevés csapat mondhatja el mostanában magáról. Hát viszont a fiatalitással együtt az egy másik témát is behoznék, hogy most már Olá Bálint Kovács Dávid rendszeresen a padon. Úgyhogy itt olyan csere van nálunk. Szerintem neked nagy öröm, nem? Micsoda, melyik? Kovács? Hát, már nem annyira jó egyébként, igen. Úgyhogy emiatt én nem vagyok szomorú. Viszont úgy néz ki, hogy ez az NB1-es brigád, most ugye el is kell gondolkoznom, hogy olyan, akivel kezdtük is a szezont, olyan már nem is maradt, mert a Jagodics féltávnál jött. És most már ő volt a csapatkapitány, úgyhogy Margitics? Hát még a Margitics, igen, de Endi sem mindig kezdő, főleg mióta ugye a Csonka jobb hátvéd. És akkor most rá is térdékebb jött a kérdésre, mert nálunk itt Csonka jobb hátvéd, támadó középpályás, védekező középpályás, György Artúr szárnyvédő volt az meg második fél időben. Tehát nálunk aztán tényleg már mindenki mindenhol játszik, és hogy szavazást ezt erről indítanám el, hogy ti hogy szeretitek a csapatotokat, hogyha posztspecifikus játékosaitok vannak, tehát hogy ott játszik, ott döglik meg, de ott jól el van, vagy olyan, aki univerzális játékos. Tehát, úgyhogy most nem a csapattal kapcsolatban tenném fel a kérdést, hanem így általánosságban. Én egyébként jobban szeretem ezt a mindenki mindenhol bevethetőt, egyrészt mert azt vettem észre, hogy MB2 szinten ebbe ettől tényleg képesek csapatok megzavarodni, hogy bozzá nem ott van. Tehát, hogy így ez egy magyar foci szintjén, ez elég megzavarni az ellenfelet. Tehát ez nagyon durva, pedig aztán semmiből nem áll, mert biztos
jó hiszeműen feltételezem, hogy kielemezték, hogy ki hol szokott játszani, de ezek szerint itt a Mátyusék megpróbálnak össze-vissza olyanokat is, amikre nem gondol az ellenfél, legalábbis azt, hogy Györgyi Artúr szájnvédő, ez biztos nem volt benne semmi elemzésbe, úgyhogy és még és a még, hogy az adóhez benn maradt. Micsoda? Nem, de amikor a kapusotokat kihozzák mezőnybe, vagy valami ilyesmit. Vagy Vaszics Kuvéd, vagy igen, mit szerintem, tudom én. Szerintem erről Domi tudna mesélni, ő élte meg a totális labdarúgás Győrben, még az picit másmilyen is volt. Én bármint, hogy picit máshogy értelmezzük, ugye bár ez a mindenki minden poszton bevethető, én csak gyorsan annyival válaszolnék erre a kérdésre, én nem hiszek univerzális játékosokban. Szokták mondani, hogy szerintem egy játékos egy poszton legyen kiemelkedő, ha a több poszton elfér, akkor az azt jelenti, hogy igazából semmiben se kiemelkedő igazán. Tehát úgyhogy én ilyen szempontból ezt annyira nem tudom támogatni. Mindig az egyik örök kedvenc példám, amikor José Mourinho a Real Madridban leigazolta Hamit Altintopot. Tehát szerintem sokan emlékszünk, ugyebár a híres, azonos fizimiskájú Altintop testvérekre, de volt köztük, ha jól emlékszek, egy pár év, a támadó Halil volt a fiatalabb, Hamit meg a... Két testvérek voltak, valami 10 perc volt különbség. Ja, akkor rosszul emlékszek, bocsánat, valamilyen nekem Halil volt a fiatalabb. Lehet, a fiatalabb nézett ki idősebben. Fiatalabb volt 10 perccel, igen. Igen, és a fiatalabb nézett ki idősebben. Igen, a Halil az, aki kevésbé nagy karriert futott be, mint befejező támadó, Hamit meg szélső volt, legalábbis annó még jobb szélsőként kezdte, és akkor így mindenhova leigazolták, mindenhova játszották, és le is igazolták jó pár klubba, köztük a Bayernnél volt a legeredményesebb, és José Mourinho elmondta annó, hogy azért igazoltuk le Hamit Altintopot, mert rengeteg poszton bevethető, csak hát a Reálban igazából minden poszton, ahol játszott, szar volt, úgyhogy... Igazából igen, tehát minden poszton bevethető, csak kár, hogy mindenhol szar volt, ha mit Altintop, nem megbántva ő természetesen, úgyhogy én nem hiszek annyira az univerzális játékosokban, de ez én vagyok. A videóját, amivel eladták, azt a kettőjüknek a játékából ollózták össze. Hát Halil az szerintem inkább lefele húz ilyen szempontból, tehát az nem... Hát azért neki is lettek jó pillanatai. Nem egy erős referencia, hát már csak a poén kedvén meg fogom nézni a gól per meccs átlagát, a Kaiserslautern-be, vagy nem is tudom hol. Igazából már csak az a kérdés, hogy ha Altintopéknak ilyen jól ment, akkor milyen jól mehetett volna az igazi Tintopéknak? Inkább adjuk vissza Viktornak a szót. Igen. Egyébként pont csak azért, mert Domi ismeri szintén, egyrészt nálunk jó a Gundel, ez az egyik. Most Domi, majd megforgattad a kést, azt tudod? Tudom. Nekem a Gundel, tényleg nem akarom elvenni a szót, mert ez a te 15 perc hírneved. Én nekem a Gundel alapvetően inkább mentalitásbeli problémáim voltak, meg ilyen hozzáállásbeli, tehát én bírtam a búráját. Áll az a pár pont, ami elment rajta, az meg belefér. Most nagyokat fogott egyébként, illetve én most úgy érzem, hogy nálunk mindig ez van, hogy most legyen lábban jó, tudjon védeni, ilyen átmenet, és erre most megint jó a Gundel, hogy tud védeni is, meg lábban se teljesen balfasz, meg tök jó jön ki. Volt olyan, hogy 16-oson kívül söpragetett, ilyen Neueresen, tehát teljesen jó volt. Akkor viszont kérjük vissza Oroszi Pistát, ha már nevelgettük egy pár évig. Visszaadhatjuk így ezek után, mert nálunk csak meg fog dögleni a padon sajnos, sőt ott sincs egyébként, mert horvát szokott lenni a padon. Köszönjük. De mindegy, úgyhogy a másik, ami még Domival kapcsolatos, hogy Kalmár Olivér az előző meccses soroksáról, azt elfelejtettem mondani, hogy az is a kavarás része volt, hogy az már középhátvéd volt. Úgy cserélte be a Mátyus, tehát, hogy itt már tényleg várja, neki megvan a magassága hozzá? Magas. Ugye ismerem őt személyesen, meg itt utcabálon szoktunk dumálgatni. Ő magas, tehát ő egyébként az a típusú focista, amit ha látsz így a képernyőn, akkor nem tűnik föl, hogy ennyire jó. Tehát egy jó fejlépítésű gyerek, de valahogy amikor én tévében néztem, akkor mindig olyan kicsinek tűnt, vagy olyan másnak, de nem alacsony. A labdával között, hát az jó, most az más. Igen. Tehát olyan fura, szegénynek olyan a mozgása, tehát ugye nem elég, hogy jó focista vagy, hanem nézzél is úgy ki, mint egy jó focista. Nála is olyan fura, egy kicsit ilyen a mozgás koordinációja azért nem az optimális. Pú, de nagyon néző virágnyelven mondtam, hogy hülyén fut. Dongalába, mondd ki, dongalába van a gyereknek. De orvosi papír. Merev, szerintem ő nagyon néző, tehát ilyen kötött izomzatú.
lába. Ez szinonim a vastag csontúra? Nem, egy jó. Kötött izomzat. Egy merev szardarab. Na jó, értem. Ő is még fiatal tehetség, mert szerintem 98-as vagy 99-es születésű, úgyhogy de lehet, hogy 2000-es, hát, úgyhogy előtte még... Nem tudom pontosan, mert ugye most idén érettségizett. De hát ez ugye két-három éves időtávot jelenthet. A Dombi Tibi akkor valószínűleg még nagyon fiatal lehet, mert ő nemrég érettségizett. Jó. Nem, hát ő már 2000 éves, tudjuk, igen. Na, ő találta fel az érettség. Igen. Én annyit akartam elmondani, ami különlegessége volt a meccsnek, hogy hát kisváros, tényleg ilyen barátkozós, tehát nem a verekedős ultraszektor vagyunk, úgyhogy konkrétan az ultráknál, mivel nem volt a dobos srác, lement oda lehívtak oda poénból egy 5 éves gyereket, és végigdobolta az meg a 90 percet, és jól, tök aranyos volt. Úgyhogy már szivattuk is a kápót, hogy le vagy cserélve, tudsz róla. Hírmúlti ultrák tanulhatnak akkor. Micsoda, hát igen, nálatok? Itt így zárszóként még annyit mondanék el itt erre a posztjátékos versus megcserélt poszt dologra, hogy nálunk annak idején Kádár Zsolti volt ennek a nagy mestere. Hát Sebők Tibi akkoriban szerintem a center, illetve a balbunkó poszton kívül kb. Mindenhol megfordult legalább egy-egy meccsen. De szerintem hosszú távon nem jó az sem a játékosnak, sem a csapatnak, hogyha nincs meg a fix pozíciója. De hát nyilván Mátyus ezt jobban tudja, mint én, hiszen ő egy prolicenszes edző, én nem vagyok prolicenszes, tehát innentől kezdve automatikusan igaza van. Na de hát akkor térjünk is át következő mérkőzésünkre itt a listában. Hát hogyha már Vitális nálatok játszik Domi, akkor meg kellett tennetek a látogatást az Akvitális városban, úgyhogy itt a csákvári találkozón kellett lezárni az őszi szezonotokat, és hát nem mondok el szerintem nagy meglepetést azzal, hogy milyen eredmény született, de talán ezt a nézők is kitalálták meg. Ja, itt van, itt áll. Te még bocs, hát Domi, még veszel papír alapú nemzeti? Ez most, tehát én ezt ma direkt vettem, és volt egy prekoncepcióm, és ez a prekoncepcióm félig ült is. Ugye az a lényeg, hogy a mai napon van az évfordulója annak a meccsnek, amikor 9-2-re legyalultuk az Ózdi Kohászt, 81-be, és megkerestem ugye a... Bocsánat, Viktor, esetleg ehhez az eredményhez hozzá akarsz szólni? Illetve nekem rögtön dominál merül fel a kérdés, hogy nem gyullad, vagy hogy nem égeti a kezedet az a nemzeti sport. Na jó, tudván, hogy ki a főszerkesztő. Miért kéne hozzászólnom? Ózdi vagy sem? 9-2. 9-2. Ja. Apjátok meg. Teljesen. Ezt vártuk, és ez teljesen. Ez egy szerethető válasz volt ebben a helyzetben. Nem, szóval az a lényeg, hogy előkerestem, az Arcanumot lapozgattam, és ugye megnéztem, hogy ennek a 9-2-es meccs után milyen osztályzatok voltak. És akkor kíváncsi voltam, hogy mert egyébként tehát nem voltak annyira osztályozva egy ilyen meccsen, de azért a 80-as évben máshogy osztályoztak, finoman szólva, óvatosabban. És kíváncsi voltam, hogy akkor megnézem, hogy ezen a meccsen milyen osztályzatokat adtak. És ugye a nyomorult NSO ugye az online-ban nem teszi fel az osztályzatokat, az csak a papír alapúban rakja. Úgyhogy ezért ez az egy oka volt annak, hogy vásároljak egy ilyen újságot. És egyébként már azért megértem, mert ugye az nem véletlen van itt mögöttem, bár senki nem látja, hogy négy, tehát mutatom, négy csillagot adtak erre a mérkőzésre. Jó, de lehet, hogy a 20-ból, nem? Nem tudok róla, hogy 20 lenne. És ugye az anno a 9-2-re is négy. Tehát a 9-2-re 81-ben négy csillagot adott az akkori Népsport. Most erre akármire, erre is négy csillagot adott. Én mérsékelten néztem ezt a meccset. Lehet, hogy az a, mit tudom én, a 90, most nem állítom azt, hogy a 90 percnek minden egyes pillanatát néztem. Tehát innentől kezdve nem lehet azt mondani, hogy úgy tudok véleményt formálni, hogy teljesen minden tudás birtokában vagyok. De nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy az a 23 perc, ami hiányzik, az annyira minőségi futballt hozott, hogy az indokolná ezt a négy csillagot. Tehát ez az egész meccs egyébként, tehát ez a nem tudom, szerintem amilyen
nem normálisak vagytok, ti valaki már járt közületek Csákváron, nem? Meccsen. Mi az, hogy? Bocsánat, én kérek el. Többet látom. Azért volt egy ilyen, most feladtam a labdát. Hát várjál, többet látom a csákvári pályát, mint anyámat, hát ne hülyéskedj már. Csak hogy, ahogy én ugye, én csak streamen láttam a csákvári pályát, most már túl, indokolatnál többször láttam a csákvári pályát, mert túl sokat vagyunk egy osztályban a csákvára. És mindig azt mondom, hogy én szeretem ezt a romantikus futballt, de ilyenkor, amikor ezt nézem streamen keresztül, akkor mindig elgondolkodom, hogy inkább kimentem volna egy megyei meccsre. Tehát azok a kulisszák így tévén keresztül, azok ott a kis erdő, meg nem tudom ki, lelátó sincs nagyjából. Megyei, ugye abszolút, megyei egyes hangulat. Igazából a csákvári streamekben nekem mindig az a előzetes borítókép a kedvencem, ilyen drónos felvétel csákvári pályáról, pont csak azok a szögek bevágva, ahol legalább valami két-három sor kis szék van, hogy úgy nézzen ki, mint a stadion lenne. Igen, tehát meg ugye balfelől van az a kis szektor. Az a ez a poén benne, hogy velem évekig elhitették, hogy ez egy stadion. Aztán odamész, és egy tyúkol. Igen, tehát eleve a képen, amit ugye közvetítenek, mit látsz? Tehát van a pálya, mögötte jó két kispad, egy középre rakott eredményjelző, meg néha ott, amikor nagyon támadnak, akkor a vendégszektor, és ennyi. Azon kívül egy mező. Tehát ennél még nálunk is több látszik, pedig nekünk is elég szomorú látvány nyújt a szemközti oldal a közvetítésekben. Igen. Nem azt, mert Csákvár alól tud múlni minket. Bocsánat, természetvédelmi terület. Igen, igen. Ahhoz képest azért megjegyezném, bocsánat, Domi, csak még egy gondot, hogy a csákvári fantasztikus, nem tudom, és egyébként nagyon különleges neve van, egy olimpiai bajnokra nevezték el, nem fog eszembe jutni az újra. Tersenszky Ödön, doktor. Köszönöm szépen, ő ilyen tényleg, na ő poliisztor. Nem csak univerzális volt, hanem poliisztor is, és egy természetvédelmi tájegységről, vagy tájról beszélünk, vagy erdőről, ahhoz képest olyan szél van, ha szél van, akkor ott minden borul. Tehát, hogy Viktora volt szerencsénk élőben megélni ezt egy Budafok-Csákvár, vagy egy Csákvár-Budafok alkalmával, akkor az már tényleg az volt, hogy már a hirdetőtáblákat is borította fel a szél, hát az a legpokolibb labdarúgó mérkőzés élményeim egyike volt, arról nem is beszél, vagy a találkozó, meg szintén egy köpedelem volt. Nekem így a csákvári emlékem így a stadionról, így fellengzetesen mondva, hogy Csákvár Kazincbarcik a mérkőzésen. Rólam tudni kell, hogy én nem szeretek vegyülni hazai vagy ellenfél szurkolókkal, mert abból általában nem... Antiszociális vagy, mondjuk ki. Igen, antiszocialista. Igen, antiszocialista. De hogy... Nem szeretek így vegyülni, de konkrétan Csákvár Kazincbarcika mérkőzést a hazaiak között kellett annó megnéznem, mert nem találtam meg a vendégbejáratot. És utólag derült ki, hogy ott be kell menni a kis erdőbe, és akkor ott szépen óriási 68 kilométeres kerülővel be lehet jutni. Igen, hát erről az jut eszembe nekem is, hogy amikor az MTK-nak a nem a mostani, hanem az egyre elő korábbi alászállása volt, akkor azt hiszem pont a Csákvár ellen kezdték a szezont idegenbe, és ugye a Szili Laci, egyik internetes oldalnak a szerzője, a nagy MTK fan, meg ultra, ugye van ilyen, akkor ugye erre egy beszámolót írt, ami roppant szórakoztató volt, és egyébként azt a ilyen utikalauz csákvára utazóknak azt mindenkinek javaslom. A másik meg, hogy van egy nagyon kedves barátom, aki Csákváron él, és akkor pár évvel ezelőtt valahogy úgy volt a meccsünk, hogy vagy tavasz, tehát a tél vége, tavasz eleje, amikor így elmaradt, tehát én nem is tudom, hogy ez milyen, de nem csak Csákvár, hanem egy pár helyen elmaradt a meccs, vagy lehet, hogy még nem tudom, melyik a télnek melyik szakasza volt, és akkor emlékszem, hogy megkértem, hogy menjen már ki, aztán nézze meg, hogy mi van ott, és akkor küldött fotókat, hogy tehát nulla hó volt, meg azt mondta, taposta az ízét, semmi extra nem volt, úgyhogy ez egy nagy, akkor bekamuszták. Lehet, hogy a természetvédelmi terület miatt nagyobb óvatosság volt indokolt, és azért már akkor sem lehetett a gyepre, lehet, hogy a gyep is ízé védett, vagy nem tudom. Biztos, az. Egyébként a meccsről, vagy pár szót a meccsről, már nagyon nehéz, Ami érdekes volt, hogy kurva nagyot rotált a mester, tehát, hogy a 11 pályára lépőből, ugye a kapus, aki ugye eleve már egy kényszerpálya, mert azt a múltkor mondtam, hogy elvileg a két első számú, az első számú és a második első számú kapusunk a sérült, úgyhogy a Ruiz az gyakorlatilag most különösebb kockázat nélkül edzhet egész héten, mert úgyis ő fog védeni, mert nem, egyszer nem tudom elképzelni, hogy még fiatalabbat betegyenek, mint ő. És a Diósgyőr ellen nem volt túl
szerencsés szegénynek a fellépése, most viszont egész jól mozgott. A gól, az egy, a streamen keresztül a gól... Ezt akartam, akkor... bocsánat, Domi, ezt akartam kérdezni, hogy én bátorkodtam az összefoglalót megnézni, és olyan, mintha a gólba szerintem... Igen, tehát ez egy kicsit rontja, hát kicsit aprót rontja a képet valóban, tehát én is azt mondom, hogy azért ugye egy kamerállásból, oldalról, kicsit messziről, de... Tehát a stream, igen, de hát, hogy a streamen egy kicsit más volt a kamera, és mint hogyha az összefoglalóban egy más, kicsit más, nem más perspektívából, mert annyira onnan, de gyanús, hogy az a, tehát egy fejes gól volt egy oldalról belőtt szabadrugás után, és földre fejelte, és olyan, mint hogyha elvetődne, és akkor mint hogyha pont előtte lepattanna a földre, és akkor így a lerakott kéz fölött így bemenne, tehát egy pattanás után, és nem nagyot pattan, tehát ugye pont a keze fejlett. Valószínűleg ez egy olyan gól volt, amit nagyobb rutinnal azért így lenne megfogni, de lehet, hogy kicsit kisebb rutinnal, meg kicsit kisebb odafigyeléssel. Tehát a meccsen egyébként voltak jó védései, nem feltétlenül ilyen messziről lőtt labdák, hanem amikor nagyon rávitték, vagy nagyon közel hozták, akkor jó betakarta meg jó reflexei vannak. Úgyhogy nem rajtam, tehát ez a győzelem, ugye, volt ez a győzelemtől, tehát ez nem, biztos, hogy nem kapuson múlt. Úgyhogy ő most szerintem sokat javított, és Nyíregyházán meg kijön a legjobb énje, vagy sényön. A másik, aki az újak közül volt, ugye, aki most a nagy találmány itt az őszi szezonnak a második felében, ugye az a Laca Alex volt, aki szintén egy szemtelenül fiatal srác, és a fiatalság bolondság és a fiatalság különösebb nyomás nincs rajta, az látszik. Tehát neki voltak ígéretes megmozdulásai, de a másik kapus is az elég ügyesen védett, tehát nem volt esély. Tehát volt, ami egyébként, volt egy jó lövése, de az nem is talált kaput. Ha az egy kicsit rövid, vagy kevésbé megy szélre, akkor talán bemehetett volna. Úgyhogy ugye volt egy nagyon nyimi-nyomi első félidő, aztán a második félidőben bekaptuk ezt a gólt. Ugye ez a Csákvása egy ilyen nyugdíjas társaság, finoman szólva. Ugye van egy idősebb játékos, Baracskai Roland, aki sok helyen megfordult, de már viszonylag régóta ott nyomja az egy Csákváron. Ugye Győrbe is volt, semmilyen nyomot nem hagyott maga után. Volt a csapatban egy Roland, tehát körülbelül nekem ennyi maradt meg. És ugye az ő beívelése volt az, amiből a gól született, de hála Isten utána Baracskai annyira a saját nagyságának a hatása alá került, hogy a másik kapunál megcsinált egy ilyen teljesen idióta faltot, amire kaptunk egy 11-est, és a borsos Filip, a nagyon jó fésült, és nagyon jó felépítésű borsos Filipet. Domi, annyit elmondhatok az összefoglaló alapján, hogy mindig piszok jól néz ki ez a srác. Istenem! Ja, és el szokták mondani, és ezt tudja is magáról. Apám! Úgyhogy lehet, hogy még nem néztem meg, de az Insta vagy TikTok biztos van valami oldalam, hogy megnézzük, hogy... Szerintem itt csak a szoláriumban lehet. Ha a dél-koreai csávó 2 gól után hirtelen 1,5-2 millió vagy 7 millió új követőt tudott elkönyvelni, ugye a VB-n, akkor remélem Borsos Filip is ezután, az akció után remélem még egy 20 követőt föl tud mutatni. És akkor így nagyjából vége is volt a mérkőzésnek, úgyhogy egy ponttal gazdagodtunk, hál' Isten ugye a fordulóban majdnem mindenki csak egy ponttal gazdagodott, úgyhogy nem szakadtunk le még jobban a középmezőnytől. Úgyhogy sportszakmailag ennyit tennék az egészhez. Annyit még úgy általában a csapat környékéről, hogy nem tudom, ugye mert ugye most vettem ezt az újságot, de egyébként nem szoktam menni, és nem tudom, hogy mekkora országos hír volt az, hogy az izének, ugye a klubot működtető gazdasági társaságnál most egyelőre úgy néz ki, hogy klubigazgató, lett egy új klubigazgatónk december 1-től, a jól ismert Tóth Miklós, aki hát ugye, bocs, Domi, ha már Artner ott van, akkor már tudtuk, hogy Tóth is. Tehát. Igen, tehát nekem egyébként, figyelj, hogyha most így ilyet akarsz, hogy a Tóth Miklósnak az egyik nagy alakítása a YouTube-on, azaz a 100 évvel ezelőtti újpesti haladása. Én rendszeresen visszanézem. Ugye? Tehát amikor ott ugye Kamu 11-es kap az Újpestre, elkezdi elküldeni a jó büdös francba Cserna játékvezetőt, aki haladéktalanul kiállítja, majd amikor leballag, akkor hangosan mondja, hogy szondáztassátok meg,
És milyen jó, tehát mennyire más világ volt, nem? Tehát ez így simán belement. Meg ott beszélgettek utána a izével, ugye utána ő ott az alapvonál, nem? Mondjuk azt talán még most is lehetne. Aztán ugye az volt a sztorinak a másik vége, hogy egy évvel később a vicceskedő MLS egyből oda küldte még egyszer az Újpest haladás meccse. Cserna játékvezetőt újra találkoztak, de az egy békésebb volt. Megkérdezték előtte izét, hogy elnézést kértem, mondta, hogy nem, nincs miért elnézést kérnem. Mondta Tóth Miklós, tehát az a Tóth Miklós lett most az nem ügyvezető, tehát az volt beharangozva, hogy ő lesz az ügyvezető, ugye volt nekünk anna egy ügyvezetőnk, akit már világéig hoztak, az viszonylag gyorsan elkerült onnan. Ugye most a Jan van Déle az ügyvezető, de már akkor is duma volt, hogy az most csak átmenet, majd lesz valaki. Egy nagyon erős győri kötődését szeretnének odahozni, hát sikerült Tóth Miklóst odahozni, akinek egyébként valóban győri kötődése is van, mert egyszer fél szezonon keresztül nekünk volt a játékosunk. Úgyhogy van neki etószínekben, mit tudom, 12 mérkőzése és egy gólja. Tehát ezt már nevezhetjük erős kötődésnek. Úgyhogy, de visszatérve egyébként az Újpest haladás meccse, azért az sem véletlen szerintem, hogy annak a haladásnak az edzője, az az idősebb Mihalec volt. Szerintem, úgyhogy nem akarok itt összeeskés elméleteket gyártani, de itt megint ez a belterjes magyar foci újra megmutatta fog a fogafehérjét, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi sül ki ebből. Hát nyilván nem ő fog futballozni a pályán. Mondhatnánk azt, hogy az ő feladata elsősorban úgysem a szó sportszakmának az igazgatása lesz, hanem a KFT-nek a menedzselése. Hát Szombathelyen azért megkérdezném, hogy ott mit gondolnak arról, hogy az ottani cég az hogy működött. Ha beüti valaki a Google-ba azt, hogy Tóth Miklósnak haladások az első találatok közül, 10-ből 8 az arra szól, hogy 300 millió eltűnt a KFT-ből. Na, úgyhogy maradjunk ennyiben, hogy ez nem tűnik nekem jó ómennek. Úgyhogy én már várom, hogy vége legyen ennek az egésznek, még egy hét, és az az árnám, hogy nekünk ilyen családi tradíció, mondhattam úgy, hogy nem olyan nagyok a gyerekeim, hogy amikor jön az advent, akkor szépen minden vasárnap meggyújtjuk a gyertyát, leülünk, és akkor megfük egymás kezét, énekelünk, és mindenki elmondhatja a kívánságait. Én most vasárnap komoly, de ez is komoly kívánságai mellett, azt is mondtam, hogy annyira szeretném, hogyha még a Nyíregyházát legyőznénk Sényőn. Bocs, Ádám. Nincs ezzel semmi baj, hát, Domi, csak remélem, hát sajnálom, hogy a kívánságot nem fog teljesülni. Én nem tudom, már most kiderül, hogy van-e Isten. Vagy Jézuska létezik-e. Te mióta hiszel ilyenekben? Én nem hiszem, én nem tudom, én mindig tudod, én várom a csodát, de lehet, hogy nem a labdarúgásba kéne ezt így megkeresni. Ott, legyen ott döntetlen, én azt mondom, mi meg agyonverjük az ajkát, és akkor enyém lesz a második legjobb csapat innen. Hát nem tudom, én ugye azt szoktam mondani, hogy mi nekünk Nyíregyháza, mint ellenfél abszolút optimális egy ilyen végkifejlete, de most nem érzem a cheat, tehát hogy most ez a Mákos X, ez, vagy X, Mákos X, már hát ez a Freud megszólalt, tehát a Mákos győzelemnek a lehetősége az csak azért van meg, mert itt tényleg bármi megtörténhet ebben a ligában. Lásd, Dorog, Pécs, 1-0. Igen, és hát itt azzal zárnám itt ezt a szekciót, hogy itt már fülemre szóltak a kedves kollégák, hogy be kéne mondani a szavazási eredményeket, be kéne mondani. Úgyhogy hát itt akkor a... Én nem hallottam. Közönségnek a szavát, ami ugye mindig is tudjuk, hogy... Szent. Szent, elnyűhetetlen és megmásíthatatlan. Úgyhogy hát akkor ugye még itt Viktornál volt egy olyan kérdés, hogy vagy univerzális játékos. És hát itt azt mondják az emberek, hogy nem csak pluralitásban, de ráadásul teljes abszolút többséggel, 52%-ban univerzális játékosokat szeretnének látni, úgyhogy hát Mátyus János igazolni látszik a tömeg által. Vox Populi Vox Dei. Hát itt a másik kérdésen már kevésbé arányos a történet, hát itt a szokásos Mákos Etó siker a Spari ellen idegenben, hát itt a nemek aránya 38%, ez Ádám máját hízlalhatja, 30% szerint igen, ami azért itt egy kicsit felmeríti annak a lehetőségét, hogy még Dominak sem feltétlenül lefutott ez a történet, és hát 30%-a a szavazóinknak nem igazán mutat érdeklődést egyik csapat iránt sem.
És hát akkor... Magyarország lakosság arányát tekintve ezek jó számok szerintem. Tehát, hogy a lakosság eloszlása az országban különböző településeken, én elégedett vagyok. De igazad van, Domi, körülbelül minden közéleti kérdésben ilyen arányokban reagál a nép. Tehát, hogy 30%-át továbbra is leszarja, mindegy mi van. Nem tudom, per nem érdekel, per tartózkodom, per akármi. Szép feladat lenne ezt a 30%-ot meggyőzni, hogy legyen Eto'o Drucker. Hát az esély matematikai, de nem nulla. Igen, igen. Akkor mostantól megvan az új feladatod, sok sikert kívánok hozzá. Én pedig itt akkor térnék tovább, és most akkor, hát mivel ugye annak ellenére, hogy hosszú-hosszú szokás, hogy általában mindig a prezentő adja magát legutoljára, de mivel most közös érintettségünk van a legutolsó mérkőzésben, ezért pofátlanul, szemtelenül és aljas módon előre venném magam egyel itt a sorrendben, és Szentlőrincre kalauzolnám a kedves nézőket, ahol a mi csapatunk, a Color City, az Észbarszika SC játszott, és hát már megint nem tudom, mekkora meglepetést mondok ezzel a kedves nézőknek. Üljön le, aki nem bírja az izgalmakat, vegyen egy nagy, mély levegőt, vigye le a púzusát kicsit, és hát elmondom, hogy 1-1 lett a mérkőzés végeredménye. Igen, hát látom, hogy itt a kedves szerkesztőtársak is óriási sokban vannak, legalább annyira, mint én. Ilyenkor bánom, hogy miért szoktam le a tipmixről, bassza? Inkább a nikotinról szoknál. Nem vittem cigit Szegedre. Nem gyújtottam rá. Jó fiú voltam. Látszott is a fájdalom a szemedben. Az biztos. Na igen, tehát Szentlőrinc, hát erre a mérkőzésre ugye úgy utaztunk el, hogy ebből a hármasból a legkönnyebbnek tűnt Varga Attila 3 meccs 4 pontos ultimátumából a győzelemnek a megszerzésére, hiszen azért a Szentlőrinc borzalmas szériában érkezett erre a találkozóra. Az elmúlt 5 vagy 6 mérkőzésükből, minimum az 5-ből, hiszen teljesen piros volt végig az eredmények.com-on az eredménysoruk, de az elmúlt 5 vagy 6 mérkőzésükből az összeset elvesztették, úgyhogy ideális ellenfélnek tűnt a 11 mérkőzésre nyúlt nyeretlenségi szériánknak a megszakítására. De hát a kedélyeimet nagyon-nagyon hamar leütötte, amikor megláttam a kezdőcsapatot. Amikor megláttam, hogy a kezdőcsatárunk az a Puska Péter, akit annak ellenére, hogy elhoztunk úgy, hogy nyáron még a... akkor még Tomislav Szivics által edzett Radnicskinistől kezdve a nem tudom én milyen görög vagy ciprusi csapatig fél Európát bejáratta vele a menedzsere. Aztán utána Kozár Mislyen kezdett el focizni, és utána menet közben áthoztuk. Konkrétan úgy kellett lecsapnunk a kezükről, fene a tügyeüket. Én még nem láttam tőle futballistára emlékeztető momentumot. Tehát játszott a haladás ellen, játszott azt hiszem a Siófok elleni 2-3-as vereségünkkor, Gyirmót elleni 3-0-as tragédiánál is beállt, de még egy mozzanata nem volt, ahol úgy nézett volna ki, mint focista, ehhez képest most kezdőcsatár. Tehát értem én azt, hogy Takács Tamást nyilván én se nevezném a kezdőbe, Lackó Milánt pedig nem tudom, hogy sérülés vagy bizalomvesztés miatt, de Jegeli Varga Attila mester, de hát ez azért siralmas, hogy egy ilyen játékos kezdője lett nálunk. És hát az első játékrész, illetve a másik... Bocsáss meg, csak egy gondolat erre, hogy én nem láttam a meccset, viszont én kaptam egy 20 másodperces felvételt, ami elméletileg a mérkőzés elkezdését követő jelenet sor, amivel Kispuska megkapja a labdát a izén, és bebőrözi a rátámadó védőt. Csak szólok. Jó, ez mondjuk a kaputól, ez a kaputól 40 méterre volt az oldalvonalnál, feleződtől kicsit följebb. Akkor most már egész labdarúgóra emlékeztetek. Feljegyezhetjük az első alkalmat, hogy Puska Péter hasonlított egy labdarúgóra. Be is kerül szépen. Majd a Péter Puska skills. A Mór megtette a kötelességét, a Mór mehet, azt gondolom. De várjál, Péter Puska skills, hát ha 20 másodpercet belefért, akkor ez nem lesz egy bőséges YouTube anyag. Tehát, hogy arra azért nem lesz könnyű eladni. Én nem tudom, tehát ugye azért még volt hátra 90 perc, tehát nem kaptam meg a teljes képanyagot, ki tudja, hogy volt. Én viszont bátorkodtam egy 3 perces összefoglalót nézni a találkozóról, amit a Szentlőrinciek bocsátottak rendelkezésre. Annyit azért elárultak, hogy ott egy másodperc erejéig se említik meg Puska Pétert. Jó, de ha nincs meg a kellő támogatottság középpályáról, akkor most ő mit tud csinálni? Na. Nem, te át visszaadom a szót. Visszapenyaladva középpályáról Péter egy áldozat. Azért én azt gondolom, hogy Pálinkás Gergő, illetve Ádám Ferenc
személyében olyan játékosaink vannak, akik a középpálya és a védelem és a támadósor összhangját, szimbiózisát meg tudják csinálni. Az, hogy nincs olyan, annak ellenére, hogy az egész nyárt középcsatárok igazolásával töltöttük, és nincs egy életképes középcsatárunk, az szerintem nem az ő felelősségük. Hát itt a mérkőzésen ugye nem tudtam részt venni, és ugye mivel Ádámmal elmentünk a Szeged Nyíregyháza találkozóra, ezért követni is csak részlegesen tudtam, tehát élő közvetítés is egyedül az NS-on volt, szöveges tudósítás, úgyhogy megint csak elmerültünk a digitális középkorban, annak ellenére, hogy azért a Covid idején bebizonyosodott, hogy ez csak akaratkérdése lenne főleg. De hát az NSO szöveges tudósítása, illetve a BET365-ös statisztikák alapján gyakorlatilag momentumunk nem volt az első 60 percben. 60-40-es labdabirtoklás, kapulalövés nulla, tehát valószínűleg ott elképesztően lefocizott minket a Szent Lőrinc, aminek gól is lett ugye az eredménye a második fél időnek a elején, és hát ott már kicsit így leírtuk ezt a találkozót, de aztán Varga Attila szavai, illetve az NSO-s közvetítés alapján felé lett a mérkőzés, és visszajöttünk valamennyire a meccsbe. Gondolom elkezdtem már bizsergetni ott a játékosainknak a valamilyen testrészét, az, hogy már megint hátrányban vagyunk, és sikerült is feltámadni, Puskát is levitték, bár érthetetlen módon Pálinkás helyre bejött Takács Tamás is, de ki tudja, lehet, hogy ő adta a gólpaszt, úgyhogy nem ítélkezem, ezt nem fogjuk megtudni. És hát aztán szerencsére sikerült kiegyenlíteni, Varga Attila szavai szerint a győzelmet is megszerezhettük volna, ami nem tudom, hogy mennyire inkább ilyen naív eufemizmus, vagy mennyire tükrözi a valóságot. Hát ez a legkönnyebb duma, nem? Tehát 300 kilométerre úgy, hogy nincs képanyag. Tehát igen, ez igen. Olyan, mint amikor a 80-as években leírták a, mit tudom én, az olasz, meg mit tudom, bajnoki meccsekre az összefoglalót, és el kellett, hogy hidd, mert nem láttad. Igen, tehát egy-egy a vége. Ez azt jelenti, hogy igazából hát egy ponttal többet szereztünk. Nyilván az több, mint a nulla. Ezt aláírom, de egyrészt ezzel 12 meccsesre nyúlt a nyeretlenségi szériánk, másrészt továbbra sem bírunk elmozdulni a 17. osztályozós helyről, harmadrészt pedig Varga Attila ultimátuma szempontjából édes mindegy volt, hogy nulla vagy egy pontot szerzünk, mert így is csak a győzelem lesz már elfogadható neki dorogon. És ráadásul külön fájó pont, hogy ugye hátulról üldözők is egészen sikeres fordulót zártak, tehát Kozár Mislen egy elképesztően megdöbbentő 4-0-ás sima győzelmet aratott a Siófok ellen, Dorog is ugye legyőzte az eddig veretlen Pécset, úgyhogy van miért izgulnunk, és azt gondolom, hogy itt már lassan, de biztosan el kell kezdenünk készülni a Varga Attila utáni életre, mert nem sokszor jöttünk még ki jól az ilyen mérkőzésekből, ahol tényleg atommódon győzelmi kényszerrel kellett nekiindulnunk. És hát felmerül ez a kérdés, hogy miért futunk állandóan az egy eredmény után. Ha tudunk úgy játszani, hogy állítólagosan ugye a győzelem is meg lehetett volna, akkor miért nem játszottunk hogy az első 60 percben? Tehát ez már megint olyan furdalja az oldalamat, hogy szerintem többet is tudnánk ennél. Úgyhogy hát igazából erről a mérkőzésről én ennyit tudtam és ennyit akartam elmondani. Itt megkérném a szavazás felelős Viktorunkat, hogy zárja le a népek akaratának a elemzését. És hát itt akkor, hát itt egy nagyon kiegyenlített eredmény született. Nézők 37%-a szerint megverjük a dorogot, nézők 37%-a szerint pedig legalább egy döntetlen kicsikarunk, és mindössze nézők 25%-a szerint fogjuk verességgel elhagyni a pályát az első nyári per őszi forduló visszavágójaként. Hát, szeretném megosztani én is ezt az optimizmust veletek, de megmondom őszintén, nem vagyok rá képes jelen formában. Én nem érzem jelen pillanatban azt, hogy ez a 12 meccses széria ne nyúlna 13 meccsesre, de legyen így, tehát Vox Populi, Vox Dei, innentől kezdve cél a győzelem. És hát akkor ezzel a lendülettel, vagy nem tudom, valakinek még van-e.
Nekem csak annyi, hogy most jönnek nektek azok az ellenfelek, akik, mondtam is annó, hogy milyen könnyű sorsolásotok van az elején, és most ugyanazokkal jön a második kör. Hát, ha most visszaáll. Viszont azért azt nézzük meg, hogy pont ez az, hogy akiket úgymond legyőztek, azokban biztos van egyfajta visszavágási vágy, tehát hogy első körbe kikaptak. Ettől függetlenül szerintem ez a Barcika csapatának a malmára hajthatja a vizet, ha lehet így fogalmazni. Most szerintem nagyobb eredménykényszerben van a dolog, és ki lehet használni ezt a fajta nagy akarást és ezt a győzelmi mámort, de igen, de az is lehet, ez tényleg egy ilyen klasszik hatpontos és kicsit közhelyszagú megjegyzés a részemről, hogy ez a klasszik hatpontos mérkőzés, és lehet, hogy pont a flow most magával ragadja a Dorog csapatát, és sajnos ennek a Barcika lesz, vagy a Vegyész lesz a kárvallottja. Nehéz megmondani, én szerintem, hogyha marad egy ilyen stabil védekezés, amit most úgy mostanában, mintha úgy már nem éreznék annyira stabilnak, mondom ezt abból kiindulva, hogy igaz, hogy csak az összefoglalóját láttam a találkozónak, de számos olyan beadás volt, helyzet volt, amikor Úr Laci valószínűleg joggal pörölt a védőtársakkal, vagy a csapattársakkal, úgyhogy mint ez a stabil védekezés bomlott volna meg egy picit, bár Tamás így említetted, hogy általában mindig az a standard 4 ember alkotja nagyjából a védelmet, tehát Sütő, Szemere, Úr, Dvorsák, talán... Dvorsák most ugye megsérült. Vagy Nagy Jani. Már lehet, hogy egy sorral fentebb játszik már, nem? Mármint, hogy a védekező középpályás Nagy Jani. Ő inkább fentebb szokott játszani, igen, tehát most... Nincs meg ez a stabilitás, talán Lipait tudnám mondani, mint legstabilabb belső védő párt, de azért ott is van most váltogatás, meg tényleg szélem, mivel se Sütőnek, se Szemerének nincs egy poszt alternatívája, ezért ott is néha Székely Krisztián valamelyikük helyett beáll inkább szélső védőnek. Igazából én is talán ebben reménykedem Dorogon, hogy Sztukájékat a saját fegyverükkel lehetne megverni, hogy ők is a Pécset a saját fegyverükkel verték meg. Hát figyelj, Tamás, ennyi vigasztaljon, hogy minket ezzel vertek meg. Tehát, hogy igaz, hogy mi sem mutattunk, az volt az első debütáló találkozója Sztukának, ugye bár ellenünk Sényőre vizitáltak, és gyakorlatilag így ők is egy ponttal beérték, így jöttek hozzánk, és végül egy jó kontra után. Nem is azt mondom, hogy jogosan, de elvitték a 3 pontot, úgyhogy milyen lehetne ezt ellenük alkalmazni. De kérdés inkább az, hogy ehhez azért jó szélső kellene, legalábbis gyors szélső kellene. Kérdés, hogy van-e ez Barcikán? Igen, hát tényleg, ugye tényleg ez, hogy Sluka gyakorlatilag azzal operál, hogy átadja a területet az ellenfélnek, és hagyja őket nekik esni, ezt a lekontrázás. Szerintem mi is ezzel tudunk játszani, az MTK-t is ilyen gyors váltásokkal tudtuk mattolni ugye egy héttel ezelőtt. Pálinkásban mindenképpen benne érzem azt, hogy tud jól keverni ott a szélen. Hát tényleg a befejezésen kell ehhez állítani, mert túl sok helyzetre van szükségünk ahhoz, hogy gólt tudjunk szerezni, de reménykedjünk benne, hogy itt akár egy is elég lesz. És hát akkor minden át is kalauzolnám a kedves nézőket a Napfény városába, ahol ugye azt, amit már megszellőztettem, itt forgattunk egy kis videós anyagot az egész eseményről, Ádámmal, mint rezidens Spartacus szurkolóval, illetve Jocóval, hű fegyvertársunkkal az ilyen úton. Úgyhogy nem is spoilerezném itt az eseményeket annyira el, inkább Ádám, te mondd el a saját nézőpontodból, hogy mennyit szeretnél ebből elmondani, mielőtt kijön a teljesítmény, és mennyi az, ami nálad így. Erről szintén egy-egyre végződött izgalmas találkozón. Köszönöm, Tamás. Igen, a sláger eredmény az egy-egy, és hát nálunk is így alakult. Valószínűleg lehet, hogy Zoli is ezért mondta vissza az e-heti szereplést, mert nem akart ebbe az egy-egyes felhozatalba belerondítani, bár valószínűleg imádattal értszerődtünk volna ezen a hazai vereségen a Diósgyőr esetében, de hát nem baj, majd bepótoljuk. Viccet félretéve egyébként, igen, ezt, ahogy Tamás is említette, szintén a 21. század technikai vívmányait figyelmen kívül hagyva, Szegeden in stream, gyönyörű stadion, impozáns minden, felső karhatalmi segítségnyújtás és egyéb cifra jelzők mellett azért a Szegednek, bár van egy hivatalos YouTube csatornája, a streameket így általában elvétve
felvételről tolják le. Tehát ez így nekem egy kicsit értelmezhetetlen, de hát így nem tudom, majd így ülök karácsonykor két ünnep között, és akkor felnézek majd a Szeged csanádra, és akkor csak így látom, hogy így két napja feltöltötték a három héttel ezelőtti meccset, és de jó lesz megnézni, kutya se fogja, és azt hiszem ilyen nem bántásképpen, de ilyen jó indulattal pár száz néző nézi vissza ezeket a találkozókat, akik kompletten fent vannak, de egyébként átlagban ilyen 80, vagy jó esetben 100-200 néző nézi meg. Úgyhogy nem volt stream, így hát, ha egy nem megy Mohamedhez, akkor mi megyünk, hát nem tudom mennyire napfényvárosa, én nem így szoktam. Igen, azt nem sokat láttunk ott, viszont szerencsére sikerült itt a covidos ebolát elkapnom a tegnapi napon, úgyhogy éppen... Így van, úgyhogy némiképp lelki furkán van, de hát hamar túlteszem az ilyeneken magam, úgyhogy de azért köszönöm Tamásnak, illetve Jocónak a jelenlétet, és ők azért nagyban segítettek ezt a találkozót elviselhetővé tenni, és ha ők nincsenek, akkor valószínűleg három sztrókot, négy infarktust, illetve három bélcsavarodást is kihortam volna lábon 90 perc alatt. Arról nem is beszélve, hogy valószínűleg az első fél idő után gondolkodtam, hogy melyik betonpillérre akasszam fel magam, mert annyira kétségbejtő volt az egész történet. De megint csak viccet félretéve, tényleg sok minden nem szeretnék magáról a találkozóról, csak egy-két ilyen magvas gondolatot, már csak azért is, mert 4 perc múlva kezdődik a fantasztikus Brazília-Dél-Korea összecsapás, és még véletlenül se szeretnénk, hogy kedves nézőink a jelentős részét ennek elszalasszák, mint ahogy legutóbb is történt, úgyhogy megint csak a lelkiismeretünkkel számolva egy pár gondolat magáról a találkozóról, és a többi pedig a hétfolyam igyekszünk vlog formájában egy ilyen hát 20-30 perces zenés, színes, szagos, talán nyomokban humort és szórakoztatást tartalmazó formában ezt közzétenni a kedves Hamis 9-es követők részére. Szóval magáról a találkozóról annyit, hogy a héten vezetőedzői kinevezés volt, még ha átmeneti is, de Lengyel Rolandot kinevezték a hátralévő két találkozóra, úgyhogy ez ám a magas fokú bizalom. Gratulálunk! Ja, itt a pozitivitást karfiolfűre cseréltétek, gyakorlatilag ezt lehet elmondani. Én szeretem a mi kis, vagy részben szeretem a mi kis karfiolfülünket, mert mondom, én meséltem is nektek meccsen, hogy néha úgy vezényelt, mint szegény Leonard Bernstein az utolsó napjain, így a kispad előtt. Tehát Roland nagyon azonosulni tudott a találkozóval. A karfiolfű meg értelemszerűen onnan jön, aki esetleg még nem ismerné a Lengyel Roland történetét. Ő annó szegedi fiatalként, ha jól emlékszek, birkózó karrierrel próbálkozott, és hogy mennyire volt sikeres, azt nem tudom, de rábeszélték, hogy hát rolikám, alacsony vagy, gyors vagy, mozgékony vagy, ne birkózzál, hanem akkor legyél futballista. És hát az MTK rögtön kapva kapott az alkalmon, és próbált őt kinevelni, és ennek az egyik ilyen kegyeltje lettünk mi, ahol egy egész ígéretes labdarúgó karriert befutott Roland. Az MTK-nál ez kevésbé jött össze, bár mentségére szóljon, hogy azért elég komoly riválisokkal kellett akkortájt megküzdenie, nem beszélve egy Illés Béláról, aki már akkor se volt fiatal, de azért még erre jó formában volt. Dr. Füzi Ákos, bár így kifejezetten a támadók tekintetében, Berton Carlos de Silvától kezdve, még itt sorolhatnánk a támadókat, de lényeg, hogy nálunk kötött ki, és hát valamiért így megragadt, úgyhogy őt nevezték ki átlévő két fordulóra, és hát bennem is az a kérdés merül fel, és nagyban eldönti a szeretett klubomnak a további működését, vagy tavaszi céljait, hogy Roland marad-e hosszú távon, vagy nem. Értelemszerűen a gazdasági okai az egyértelműen Roland maradása mellett szólnak, mert valószínűleg most nem bántásképpen, de nem egy nagy igényű edző, és valószínűleg sokkal-sokkal kevesebben beéri, mint egy Subka, egy Bognár, bár nem feltétlenül reálisak ezek a nevek, de még csak egy kis Károlytól is valószínűleg kevesebb pénzzel beéri. És emellett azért megjegyezném, hogyha megnézik a kedves nézők a mi csapat összetételünket, hát azért jó pár MTK-ban megfordult játékos van, Vas, Miklós, mármint Mike, Baki, Gengelicki, még tudnám sorolni szerintem, Dajcs Bencéről kezdve elég sok mindenki, és hát valószínűleg lehet, hogy pont egy ilyen edzőre lenne szükség, mint Lengyel, aki ismeri ezt a fajta iskolát, és úgy némiképp tud ezekre a srácokra is hatni. Úgyhogy kíváncsi vagyok, én azt gondolom, hogy jövő heti
Eto elleni találkozó után el fog dőlni a lengyelnek a sorsa, két meccset kapott egyelőre. Ha szerintem behúzza az Eto ellen azt a hazai keserves győzelmet, akkor szerintem marad tavaszra, viszont akkor azért azt vetíti előre, hogy hosszú távon mi NB1-jel nem igazán kalkulálunk, ami szintén ígérete volt a klubvezetésnek, hogy új stadion már NB1-ben. Hát lehet ez 2043-ban is, tehát akkor is meg relatíve új lesz a stadion, de meglátjuk, hogy hogyan készül maga a vezetőség. Akinél egyetlen pozitívumot tudok megemlíteni a mérkőzés kapcsán, ami kikerült a honlapra is, és ez ritkaságszámba menő volt az elmúlt években, maga a tulajdonos, vagy az elnök úr, mert elnök Révész Bálint megköszönte a szurkolóknak a buzdítást, és a helyszínen tekintette meg a találkozót, ha minden igaz. Hát én bevallom töredelmesen, mivel a szembe lévő oldalon ültünk, én nem láttam őt, úgyhogy én elhiszem, hogy ott volt, de leginkább nem, meg le is szarom. Úgyhogy így előhangnak ennyi lenne, és tényleg rövidre fogom, mert egyfelől kezdődik a meccs, másfelől pedig tényleg maradjon a vlogba inkább, hogy mi történt ezen a találkozón. Érdekesek voltak a nyilatkozatok, ugyebár, ahogy említettem, Lengyel Roland szegedi születés, úgyhogy biztos, hogy volt benne egyfajta bizonyítási vágy, bár szerintem már nagyon régen elkerült Szegedről, és nagyon régóta nincs benne egyfajta ilyen jellegű bizonyítási vágy. Hát most itt, ha gonosz lennék, akkor Tamásnak mondanám, hogy Lipcsei Péteres effektus van itt a levegőben, hogy mikor volt Lengyel Roland szegedi. Na mindegy, ebben nem megyünk bele, mert ezt már Discordon megvitatjuk. És lényeg a lényeg, hogy maga a találkozóról Lengyel Roland egy picit megváltoztatta a csapat felfogását, bár imádom, mert a magyar edző közhely szótárt őt is felcsapta, és egyből mondta, hogy hát kevés idő volt, sok mindent nem tudtunk csinálni ilyen rövid idő alatt, értelemszerűen, hát pedig gondoltam, hogy mint korábbi birkózó biztabb benne, hogy egy mini alapozás lezavar két nap alatt, de nem, hanem ehelyett inkább lettek ilyen gyors taktikai elemek, aminek annak köszönhető, vagy annak az lett végül az eredménye, hogy, amit én már nagyon régóta hiányolok, és emellett egy hatalmas piros pont Rolandnak, csapat szintű letámadás. Hát jéb az meg, 2-3 edzés, vagy edzés nap, teljesen mindegy, alatt sikerült valamiféle csapat szintű letámadást leoktatni, és már így indultunk neki a Szegednek. Aki, itt pont a cseten beszélünk kedves objektív nézővel is, hogy milyen valójában egy reaktív csapat, hát a Szeged az kurvára reaktív, tehát ők mindig úgy vannak vele, mint ahogy Vukmir idejében is, bár talán még inkább jellemzi a Stevanovic féle csapatot, hogy támadjon az ellenfél, vagy ahogy Puskás öcsi mondta annó, fusson a labda, mert ők nem fognak, és a Szeged nem is futott sokat, de viccet félretéve, szépen hagyták, hogy mi letámadjunk, és akkor értelemszerűen a védelem, a feltolt védelem mögött keletkező űrt igyekeztek kihasználni kezdetben Kundrákkal. Másik oldalon, ha jól emlékszek, a Sipos Áron volt, aki szerezte is végül a gólt, úgyhogy igazából olyan jól kezdtük a találkozót ezzel a... Pap lőtte a gólt, vagy hát fejelte. Bocsánat, Pap, nem Sipos, bocsánat, Pap Áron, nem van Sipos is, de ő talán most nem biztos, hogy játszott. Lényeg, hát a Sipos az Erdős József volt. Igen, róla is majd egy pár gondolat. Lényeg a lényeg, hogy olyan jó, olyan nagy elánnal kezdtük a találkozót, hogy az újonnan megválasztott csapatkapitány Gengelici Gergő a legnagyobb meglepetésemre, mármint a csapatkapitányi kiválasztása okozott meglepetés számomra, az nem okozott meglepetést, hogy a negyedik percben úgy rúgta fel az ellenfelet, ahogy a vlogban is mondtam, mint kakas a lószart, tehát így nem jött zavarba. Olyan jó Gengelici sem önt. Keményen, nem szarozva, eltolja mellettem, és püf. Hát mondtunk is srácoknak, hogy hát valami nem változik. Gengelicki, butafalt, felrúgás, 11-es, ez mintha egy bármelyik Spartacus lenne. 11-eshez bíró Bence állt, akit azért az MTK-sok joggal bírálnak, én azt gondolom, és hát ez a bírálat, ez úgy látszik, hogy némiképp igaz is volt, mert 11-est olyan szépen rárúgta a kapufára, hogy öröm volt nézni. Bárha jól emlékszek, fején rajta volt egyébként, de rajta mit sem múlott. Úgyhogy ez némiképp visszavette az ellenfelet, tehát azért mi is visszavettünk, az ellenfél is, viszont azt gondolom az első 20 perc, az, vagy talán inkább 15 nem telt rosszul, úgyhogy ezért esett meglepetésként az, hogy a 30. perc tájékán kaptuk meg a gólunkat, annak ellenére, hogy mindkét csapat visszavett jócskán az iramból, és a már korábban megemlített Pap Áron fejelte
az MTK standem között, a Dajcs és Gengelicki között, de gyakorlatilag tényleg a fejest, az gyakorlatilag olyan lassú volt az a fejes, annak ellenére, hogy relatíve sarokra lett rakva, hogy egy galamb le is foshatta volna menet közben, mert annyira lassan gurult. Tehát igazából oldalról belőtt labda, egy ilyen beadás jellegű bepassz, vagy igazából beívelés egy szögletzászló környékéről, és szépen Papp kibújt a két védő között, és szavartalanul fejelt a hosszúba. Ez relatíve megfogott minket, és sorra dolgozta ki a helyzeteket a Szeged. Igen, hát itt még annyit így a gólhoz, hogy ott én azt éreztem ebben az egészben, hogy tényleg, ahogy mondod, ott ez egy hulló falevél fejes volt, és kicsit azt éreztem, hogy mintha ott Béla azt érezte volna, hogy hát ez ki fog menni, és azt nézott kettőt, hogy kikíséri, aztán látta, hogy baj van, és már csak akkor ugrott oda, hát akkor már késő volt. Hát hogyha a 2000-es években lennénk, és ez a széria B lenne, akkor már különféle UEFA fővizsgálók bőszen jegyzeteltek volna, hogy nincs esetleg bunda gyanú ezen a mérkőzésen, de én inkább azt mondanám, hogy ez egy ilyen jó szándékú hiba volt, kicsit úgy tényleg úgy tűnt, mintha azt érezné, hogy ez ott mellé fog menni. Igen, tehát így látszott rajta, hogy induljak, ne induljak, faszom tudja, jó van, akkor elindulok, bazd meg, á, geci késő. És így jött a gól, és akkor, ahogy említettem, utána sorra jöttek a szegedi helyzetek, ez nem csak az első félidőben volt így, a második félidőben is, tehát meg visszajött, ez visszatért az önbizalmuk a kihagyott büntető után, és nagyon szimpatikus volt a Stevanović ezzel a nyilatkozott, hogy igazságos, döntetlen. Ez alatt a periódus alatt, meg az első fél idő alatt így mondtam is a srácoknak, hogy hát én rohadtul örülök, hogy ez egy nulla. Tehát ez így amiket kihagytak a Szeged, és így látszott, hogy ilyen dekoncentráció hiánya van, pedig ott a terület, ott a lehetőség, mert fel volt tolva a védelmünk, és mögöttünk rengeteg terület volt. Ez némiképp az is kellett, hogy Dajcs Bence mentségére szóljon, most így utólag raktam össze, vagy néztem vissza az összefoglalót, hogy nem tudom, Tamás emlékszel, de ő kapott egy sárga lapot a mérkőzés elején, úgyhogy némiképp ez volt a mentsége az ő kibaszott alibi játékára, bár ne legyen. Lényeg a lényeg, hogy itt nézegettük a félidőben Jocóval meg Tamás, hogy kinek mennyire piszkos a meze, mert azért most tudom, hogy ez nem mérvadó, de azért egy védőnél azért az is tud számítani. Ja, hát azért decemberi talajon full fehér mezben azért nem túl jó ajánló levél, hogyha teljesen tiszta a mez. Hát igen, én ott látom lelki szemmel, nem tudom, hogy a mosó néni a visszatérve a stadionba, és szerintem így lelki szemeimmel így látom a mai munkanapját, hogy így felveszi a mezeket. És akkor csak borítja rá a hipót, mert semmi nem fogja kiszedni, de lényeg a lényeg, hogy a mez az fehér volt, és Dajcs Bencé az már relatíve maradt is sajnos. Úgyhogy tényleg a második félidő, hát ilyen 55.-60. percéig azon abba bíztam, hogy tényleg ússzuk meg ezt hárommal körülbelül, és akkor hálás vagyok. Talán az első kapura lövésünk az valahol a 35. perc tájékán volt, úgyhogy azért mondom, hogy nagyon örültem, hogy csak 1-0-ra vezet az ellenfél, és hát mit ad Isten, kedvenc Miklósom, idéző kedvenc, Mikey Ramos Buard a 60. perc környékén kihasználta, hogy Szilágyi Zoli rosszul passzolt, és lefülelte, már-már inzágisan lenyúlta a labdát, és látszott, hogy már a fizikuma nincs meg ahhoz, hogy begyalogoljon a kapuig, bár a kapusra vezethette volna, utolsó pillanatban lepasszolta a Pantovicsnak, és ő pedig bepasszolta a kapuba egy ilyen, hát szerintem egy ilyen 12-13 méterről, úgyhogy effektíven semmiből egyenlítettünk, és ez szerintem a vlogban is benne lesz, mert ezt a pillanatot sikerült szerintem elcsípnünk, és utána igazából egy olyan kiki mérkőzés jött, ahol azt gondolom, hogy nekünk is voltak helyzeteink, a Szegedet ez a bekapott gól az abszolút megfogta, úgyhogy ilyen szempontból tényleg egy olyan időszak jött az utolsó 30 perc, hogy valahol lelkemén bíztam, hogy ezt megfordítjuk, de közben meg abban annak is örültem, hogy hát azért jó az az X is, úgyhogy végül így mentek, jöttek sorra a helyzetek, és hát azért említsük meg a mérkőzés talán egyik, vagy talán kevés pozitívumának egyikét, hogy még a mérkőzés napján 16 éves Alá Benjamin másodjára lépett pályára, 10 percet kapott egyébként, hosszabbítással együtt talán 15,
és volt egy helyzete, amit itt Tamással így viccesen megegyeztünk, hogy egy pár év múlva valószínűleg már nagy rutinnal be fogja rúgni, de szegény annyira zavarba volt, hogy eltotyogta szó szerint, tehát sokat lépett, és így az utolsó pillanatban lőtte el már belsővel, nem volt nagy erő benne, de látszott, hogy ezért nem teljesen illetődött meg a fiatalember, és hát mit ad Isten, ma be is töltötte a 17. életévét, úgyhogy Isten éltesse ezúton is. Azért remélem, hogy a labdarúgás, a nyíregyházi vagy a magyar labdarúgásnak egy üde színfoltja lesz Szolá Benjamin, úgyhogy ez mindenképpen a pozitívuma volt a találkozónak, és végül tényleg a Szeged is talán picit így fej nélkül ment előre, mi próbáltunk kontrázni, de végül nem sikerült egyik csapatnak se bevinni a győztes találatot, nekünk nagy-nagy szerencsénkre, és ez tényleg, ahogy említettem, ez egy győzelemmel felérő döntetlen volt. Mindenképpen nehéz megmondani, ez mennyire megérdemelt. Én azt gondolom, hogy a Szegedes saját magának köszönheti, hogy ezt a mérkőzést így eltolták, mert simán kivégezhettek volna minket az első 50-60 percben, de ezt elmulasztották, és végül a lelkesedésben, kitartásban, és tényleg inkább a szegediek dekoncentrációjának köszönhetően hoztunk el egy pontot, ami tényleg egy győzelemmel ér fel, és akkor még csak annyit jegyezzünk meg, hogy azért volt kint egy cirka 1000 ember a statisztikák szerint, vagy a tudósítások szerint, azért a megszokott nyíregyházi mag újfent képviselte magát, és azt gondolom, hogy ők is, illetve a szegediek is, akik azért jóval többen voltak, egy aránylag méltó, sőt nem aránylag, egy NB2-es szinten különösen méltó futballhangulatot hoztak össze a Szent Gellért fórumban, úgyhogy egész izgalmas találkozó jött össze, én azt gondolom, nem tudom, hogy Tamás eldönt, hogy semlegesként mennyire szórakozott jól ezen a mérkőzésen, és ezután is köszönöm, hogy bár nem igazán szeret hazaiba ülni, az én kedvemért megtette, de azért voltak olyan megszólalásai, amikor a kisgyerek mellettünk fújta a vuvuzélát, hogy gyakorlatilag Tamásba többször megfogalmazódott amit ki is mondott, hogy ezzel verem agyon, meg feldugom a seggébe a 8 éves kisfiúnak, megértem, mert én is erre gondoltam, de hát nem vagyunk mi ennyire. Zöld Ádám magyar hangja, kispolgárdi Tamás. Úgyhogy tényleg győzelemmel felérő egy pont, hogy mit hoz a jövő, fingom nincs, és akkor én már csak zárszóként mielőtt Tamásnak itt passzolom a szót, hogy ő hogyan értékeli ezt a találkozót egy pár gondolatban. Csak a Voksra rátekintve köszönöm a szavazatokat, én is hasonlóan látom, egy stabil középcsapatra számítok az idei Nyíregyháza esetében, teljesen mindig ki lesz az edző, sajnos vérmes reményekről eltekinthetünk, top 5-ben biztos nem leszünk, kiesés elleni menekülés, hát ez is 41% a voksolóknak, picit ez a szkeptikusabb énem ezt mondatja, én maradok aránylag objektív és optimista és stabil középcsapatként várom szeretett csapatomat, úgyhogy köszönöm szépen, én ennyi lettem volna, a többit pedig a héten blog formájában a rendelkezésetekre bocsátjuk. Köszönöm még egyszer. Spoilerezette itten le a szavazás eredményét, te. Hát igen. Másról is tudjál beszélni. Az egy-egyes találkozókat ezzel azt hiszem kiveséztük, még itt úgy gondolom, hogy itt a végén érdemes volna egy pár szót fecsérelni itt az egyéb eredményekre is, mert azért voltak tényleg érdekes találkozók ebből a szempontból. Mindjárt ugye az meglepő volt, hogy szombaton mérkőzést tartottak az NB2-ben, ez egy nagy ritkaság, főleg, hogy az M4 sporton még ez követhető is volt, és hát a Diósgyőr hazai pályán a Haladás ellen 2-1-es vereséget szenvedett, Haladás nem csak halat adott, hanem 0 pontot is a diósgyőrieknek. Azért ezt megjegyezném, nézve ezt a találkozót, csak egy gondolat erre, itt is szerintem a Diósgyőr saját magát verte meg, és a Haladás egyébként okosan játszott, szerintem tengernyi, hát nem is tengernyi, de jó pár komoly helyzetet hagyott ki a Diósgyőr csapata. Volt olyan pillanat, amikor tényleg Gera is lepasszolta a haját, hogy lőtte volna, de volt, amikor meg ellőtte passz helyett. Nem csodálom, hogy picit, hát nem is ingerült, de inkább csalódott volt Szergej Kuznyecov. Okosan játszott a Haladás, érdekes csapat, tehát hogy a Hali is képes olyan csapatoktól kikapni, hogy mindenki csak pislog, és olyan csapatokat is el tud verni, akire senki se számít, nem tudom, mire lesz az elég a szezon végére. Igen, hát itt nekem is feltűnt az, hogy igazából Gera Dániel nekem a kedvenc kazincbarcikai antitalentum Kovács ellen legszebb mozdulatait idézte meg. Nem mondanám azt, hogy csak rajta ment el ez a mérkőzés, de
befejezés az továbbra sem az erőssége, vagy az elmúlt 10 évben sose volt az. Itt a mérkőzések sorában tovább menve, hát volt egy őrült, de hát az MTK-nál milyen legyen egy mérkőzés ebben a szezonban, ha nem őrült, mérkőzés a Gyirmót ellen, 5-2-re nyertek a budapesti kékfehérek. Nem tudom, ti hogy gondoljátok, de szerintem ezzel Csertője Aurélék lassan kiszállnak a feljutásért vívott harcból. Hála Istennek! Igen. Nem várom őket vissza. Itt vártunk volna Domitól egy kis kortes beszédet a Gyirmót mellett. Aki a Gyirmótnak a gyors visszakerülését komoly opcióként kezelte az elejétől kezdve, az tévúton járt. Tehát szerintem ez a veszély, hogy a Gyirmót most vissza fog kerülni, ez nem fenyegetett egy másodpercig se. Szerintem a Gyirmót visszatért a helyes útra, a tabella elején elhelyezi magát, de még véletlenül sem az NB1-be kacsingat, szerintem ez a... Ugye ez lenne, hogyha lenne Győrben egy normális futballpiramis, akkor ez tök jó lenne, hogyha mi lennénk az NB1-be, ők meg egy ilyen erős NB2-es csapat lennének. Hmm. Hát most ugye a világ a feje tetejére állt, tehát most esélyünk nincs a Gyirmótot megelőzni, de a Gyirmótnak meg esélye nincs feljutni. Jó, most Tamás, dugja be a fülét, Borsodba, Mezőköves, Diósgyőr, Szabolcsba, Kisvárda, Nyíregyháza. Igen, igen. Ez az unorthodox szóval. Várom már, hogy nem tudom, Debrecenbe is, vagy Hajdú-Bihar megyébe is jön valami, hogy nem tudom. Ott volt már, majdnem a Balmaz. Hát a Deac, csak a pont akkor esett ki a Loki. Igen, hát itt a további mérkőzések, Csákvár az megvolt. Moson-Magyaróvár Soroksár 1-1, itt igazából a legnagyobb eredmény az, hogy a Moson-Magyaróvár az elmúlt 5 fordulóban nem talált egy győzőre. Két döntetlen. A pofájukat. Top 10-esek, nem? 10-ben igen. Vannak, ugye? Igen. Top 9. 10-ek egyébként. Nem, a top 9-ből még kimaradnak, Budafok megvolt, Békés Csaba előre, Ajka 0-1, hát Békés Csabán tovább süllyednek a lejtőn. Hát ha van reménytelen helyzetben lévő csapat a Dorog mellett, az sajnos a Békés Csaba. Na nem baj, Hamedet csak kölcsön adtuk, úgyhogy nyáron jön vissza. Egyébként hát, én megmondom őszintén, nekem szimpatikus csapat volt mindig is a Békés Csaba, és sajnálom őket így szenvedni, látni, de hát ez annyira céltalan jelen pillanatban, hogy ez fájdalmas. És hát félek, hogy a Szolnok útjára fognak térni. De ne legyen igazam természetesen, mert Csabán még sokkal-sokkal nagyobb tradíciói vannak a labdarúgástak, mint Szolnokon lesz valaha, de ezt úgy értem, hogy aránylag van egy normális stadion, és azt gondolom, hogy ott is értelemszerűen most nem bántásképpen, de az ország egyik legszegényebb régiója, ahol kitörési lehetőség lehetne a labdarúgás, és mindenképpen első számú sportágnak kellene, hogy számítson. Nem is tudom, hogy per például Békés Csabán talán női röplabda van, ami olyan magasabb szinten működik, de javítsatok ki a tévét. Talán női kézilabda, de... Nem, az is tönkre van. Úgyhogy szomorú, hát ha Tóth Bálint egyszer megénekelt, hogy pápán minden edző megrohad, akkor lehet, hogy most elmondhatjuk, hogy Békés Csabán minden sport megrohad, de nem kívánjuk ezt természetesen, sőt, hiszük azt valahol, hogy stabil NB2-es csapat legalább a Csaba kellene, hogy legyen, sőt, még vérmesebb reményekkel kellene, hogy itt előrukkoljanak, de rohadt nagyobb bajot, kurva nagy. Igen, hát aztán a forduló meglepetése, amit már meg is énekeltünk, Dorog, PMFC 1-0, hát itt Vejter Ádáméknak visszanyalt a fagyi. Ideje volt. Tehát a defenzíve csapatot... Sárkány ellen sárkányfű. Így van. Szent Lőrinc Bacika 1-1, az megvolt. HR Rend, Kozár, Misleny, BRC, Siófok 4-0. Hát itt hallani olyan belsős infókat, hogy állítólag itt már azért edzőbuktatás történik Siófokon, és én is reálisnak tartom ezt az alapján, hogy ez az eredmény, ez egyáltalán semmilyen szempontból nem volt benne találkozóban. Csapjatok le Domiánra akkor. Ne. Szarjáték, de nem maradtok. Ne. Ja, ne. Az úgy igen. Tehát ilyen tűzoltóként tökéletes, de amilyen nézhetetlen játékot produkál a Siófok, Szerintem ezt most Tamás elviselni, hogy az idei szezonban. Hát a bennmaradás érdekében mindenképpen. Én feldobtam egyébként a kocsi úton Ádámnak azt, hogy ugye Szergei Pacaj annak idején a 1994-95-ös NB2 bronzérmes szezonunkban gyakorlatilag alapembere volt a Kazincz Barcikának. Szóval őt még lehet, mi hozzuk vissza.
De hozzánk is legalább annyira hazajönne, mint hozzátok, úgyhogy... Hát figyeljetek, hát Sándor Piste csak vagy négyszer volt, Gáhidi csak vagy háromszor volt, hát nehogy már egy pacáj ne kapja meg a második esélyt. Tiszta Zámbó Jimisek vagytok, csak nem a jó asszony, a jó szpari mindent megbocsát. Hát mi mindent. Valószínűleg Alzheimer-es lehet a tulaj, amit természetesen nem kívánok, de... Hát ez a Stockholm-szindróma. Hát én ezt szarfetisizmusnak hívom, de ki hogy ejti. És hát ezzel végére is értünk a találkozóknak, és azt hiszem végére is értünk a mai estének, úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottatok itt az a varázslatos egy-egyek felfedezésében. Remélem, ti jobban szórakoztatok, mint mi a mérkőzéseken, de azért kövessetek ti is mindenképpen minket, akár itt, akár Instagramon, akár Facebookon, akár hol. Szembe jöttek velük az utcán hajnal 2-kor, akkor kövessetek legalább 3-an késsel a kezetekben. Én azt se bárom, ha követtek, csak akkor így hajnalban majd lehet, hogy az lesz, hogy ó, tesó, dícs egy cigit, buszjegyre kellene. Úgyhogy hát nem maradt más hátra, mint előre, na nem Békés Csaba előre, de szép estét kívánunk. Sziasztok, hajrá, vegyész! Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok, ne felejtsétek, még van egy forduló. Bezajdomi, most miért kellett... Nem akartam sebeket feltépni. Miért kellett elrontani ezt a remek pillanatot? Sziasztok! Hajrá, Budafok! Megverjük az Ajkát ezzel a csoda emberrel! Ja, még annyit, hogy megjegyeznék. Én azon arról a képről azt hittem, hogy Margitics így a fejére akarja húzni Mátyusnak, és meg akarja folytani, mert körülbelül úgy néz ki. Hát csak nem. Vagy minimum elrabolni, megölni... Szóval ő Margitics. Ő Margitics, nem? Hát jó lehet, ez is azért, tudom, hogy minden futballista közszereplő, de azért annyira nem, hogy most így. De nem látod azt a szép kis gödröcskét? Az akárkinek nincs. Ja, hát azt a... Ó, jó, hogy felhívtad rá a figyelmet. Az a Margitics szex appeal. Na, ezzel a szexi hozzászólással, akkor ezt hiszem, zárjuk is le az estét. Sziasztok!